Ezúttal meg fogjuk nézni azt, hogy mi az, amit megtudunk Noé vagy Nach középső fiáról, Hámról. Hám neve először Bereshit 1 Mózes 5.32-es fejezetben jelenik meg, mégpedig így szól. És mikor Noé 500 esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Hámot és Jáfetet. Amennyiben megnézzük Hám bejegyzést, akkor láthatjuk, hogy Hám neve két karakterből áll, egy het és egy mem. A het az kerítést jelent, vagy valamit elkülöníteni, a mem pedig vizet, megtisztulást, illetve káoszt. Értelmezhetjük úgy is tehát, hogy Hám elkeríti, vagy ő maga el van kerítve, úgy mint káosz, vagy mint megtisztulás. A név eredeztetése vitatott, alakilag vagy egy, a bibliai héberben csak származék szavak képzéséhez használt gyök, első alapjelentéséből, mely rokon nyelvekben az arab, illetve az asszírban annyit tesz, mint körülvesz, védelmez, vagy érdekes újkori etimológiát is életre keltve, melegnek lenni, vagy felgerjedni. Azt javasolják, hogy nézzük meg a H 25-52-t, ez pedig Hammam, két mem, illetve a het, karakter meleg, forrónak lenni, felmelegszik, felforrósodik, felhevül, felindul, felgerjed, mint a szív, vagy pedig ég lángol, tűzbe jön. Ha megnézzük a 25-24-et, az ham, úgy mint após, és a 25-25 úgy mint meleg, vagy pedig forró. Ha megvizsgáljuk a földrajzi elhelyezkedését Hám utódainak, akkor lehetséges, hogy a melegnek lenni, vagy forrónak lenni, az is értelmet nyer. Egyébként a felgerjedni is szerintem érdekes lehet. A következő vers pedig Bereshit 6-os fejezet, és abból is a 9-es, amikor Hám neve előfordul, és ez így szól. Noénak pedig ez a története, Noé igaz, cadik és tökéletes Tamim férfiú vala a vele egykorúak között Elohimmel jár vala Noé. Ugyanúgy, ahogy Ábrahám ezt tette. És nemzé Nach, vagy Noé, három fiat, Sémet, Hámot és Jáfetet. Bereshit 7-es fejezetben azt olvashatjuk, hogy természetesen Hám az egyik volt a 8 embernek, aki túlélte az özönvizet, Noé fia lévén. A 13-as versben így ír a szerző. Ugyanezen a napon ment vala be Noé, Sém és Hám és Jáfet, Noénak fiai és Noé felesége, és az ő fiainak három felesége velük együtt a bárkába. Ez Bereshit 9-es fejezet, amikor is ugye elhagyják a bárkát, és egy kis probléma merül fel. A 18-as versben így olvashatunk. Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala Sém, Hám és Jáfet, Hám pedig Kánánnak atya. Ezek hárman Noé fiai, és ezektől népesedik meg az egész föld. Nem véletlen az, hogy megemlíti Hámot külön és Kánánt, mindjárt olvashatunk arról, hogy miért is van ez. 20-as vers, Noé pedig földművelő kezde lenni, és szőlőt ültete. Ivék a borból, és megrészegedék, és meztelen vala a sátra közepén. Valószínűleg érthető lesz a későbbiekben, bár erről már volt szó, de nézzük meg, hogy mi az, amit pontosan jelent ez a szakasz. Hám pedig Kánánnak atya, ismét megemlítik Kánánt, meglátta az ő atyának mezítelenségét, és hírül adá kint lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván
azt mindketten vállukra vetik, és háttal menve takarák be atyjuk mezítelenségét, s arccal hátra meg sem látták atyjuk mezítelenségét. Ez a kifejezés mezítelenségét, ez nem más, mint ervá, úgy, mint szemérem, szemérem test nemiszer, vagy meztelenség, ruhátlanság, átvitt értelemben védtelen országrész, illetve magatartás, szégyen, gyalázat vagy megaláztatás. Hogyha megnézzük, melyik szóból ered, akkor ez az ará szó, ami lecsupaszít, felfed, leleplez, vagy csupasszá tesz. Ugyanaz a szó, amit akkor használ, mikor arról beszél, hogy akkor lehet elbocsátani a feleségét, hogyha valamilyen illetlenséget talál az ember, ugyanaz a kifejezés, amit itt használ. Azért, mert egyáltalán nem arról beszél, hogy Noé meztelenül feküdt a ház közepén, és ezt meglátták a gyermekei. Amiről szó van, az egészen más, és Vaikra 3 Mózes 18-as fejezetből kiderül. A hatos vers így szól. Senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét. Én vagyok Jahua. Ez a kifejezés szemérmét, ez ervá. Arról beszél, hogy aki fizikálisan szexuális kapcsolatba kerül valamelyik rokonához, az felfedi annak mezítelenségét vagy szemérmét. Mikor azt írja, hogy felfedje annak szemérmét, ugyanúgy, ahogyan itt említi, a mezítelenség az ervá a szemérem test, ez az, amit ő felfedett vagy meglátott, a többiek viszont nem. Magyarul Kám Noé feleségével létesített fizikális kapcsolatot. Ezért mondja azt a hetes vers itt, Vaikra 18-ban, hogy a te atyádnak szemérmét, ervá, és a te anyádnak szemérmét, hervá, fel ne fedd, a te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét. Mind a kettő itt a nőre utal, hiszen csak azt ismétli meg, az atyád szemérme, az ugye valakinek az anyja, az anyja szemérme pedig az anyjának a saját szemérme. Ezért említi úgy, hogy a te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét. 8-as versben tovább folytatja, hogyha valakinek nem az anyjáról van szó, hanem az atyának a feleségéről, ugye egy férfinek lehetett több felesége, illetve lehet, hogy a férfi azzal élt együtt már, aki nem az anyja volt a gyermeknek, de ettől függetlenül ő még az atya feleségének számított. Végig minden egyes versben a szeméremnek a felfedése az azonos a szexuális kapcsolat létesítésével. Ugyanez van a 9-es versben, 10-esben, 11, 12, 13, 14, végig-végig erről beszél. Még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogyha megnézzük, ahogyan bevezeti ezt a fejezetet, a 3 Mózes 18-as fejezetet, akkor ezt olvashatjuk. Szólj Jesráb fiaihoz, és mondd meg nekik, én vagyok Jahua, ti Elohimetek, vagy hatalmaságotok. Ne cselekedjetek úgy, amint Mizraim, vagy Egyiptom földén cselekesznek, ahol laktatok, és úgy se cselekedjetek, mint Kánán földén cselekesznek, ahová most beviszlek titeket. Se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok. Ezek után sorolja fel mindazokat, amiket olvastunk. Kanán volt ugye Hám fia, Hám negyedik fia, a kanáni nemzetek őse. Ő ebből a kapcsolatból született, ami Hám és Noé felesége között létrejött. Tovább folytatta ezt az utálatosságot, ezeket a tradíciókat idézőjelbe, vagy rendtartásokat, hiszen ő maga is egy ilyen kapcsolatból született. Ez volt az, amire figyelmeztette Jahua a népét. Itt sorolja fel ezeket, és a kifejezés, amit használ, az, hogy felfedi valakinek a szemérmét, azaz szexuális kapcsolatot létesít vele, vagy valamilyen rokonával. Most már értető az, hogy miért hangsúlyozza, hogy Hám Kánánnak atya, és utána még egyszer azt mondja, hogy Hám pedig Kánánnak atya, mikor több gyermeke is volt Hámnak, miért kellene Kánánt
Kiemelni azért, mert ebből a kapcsolatból született. Mikor pedig Noé felébred, így szól. Átkozott Kánán szolgák szolgája legyen atya fiai között. Áldott Jahua, Sémnek hatalmassága, neki legyen szolgája Kánán. Ez az oka annak, hogy Nah vagy Noé megátkozza Kánánt, hiszen ő ebből az utálatosságból született, ami Kán és az ő feleségek között létrejött. Ez az átok Kánánon. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy Jahua az Sém hatalmassága már ekkor is. Az ő szolgája lesz Kánán, illetve ezt mondja a 27-es versben, terjessze ki Elohim Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban, legyen neki szolgája Kánán, azaz az ő szolgája is lesz Kánán. Még annyit megemlítenék, hogy azt mondja, hogy felsenekene Noé mámorából, és megtudá, amit tett vele az ő kisebbik fia. Hogy most a kisebbik azt jelenti, hogy a legkisebb, vagy pedig csak a középső, ugye mert három volt, az igazából nem tudom itt kideríteni. Azt mondja, hogy a kicsi, vagy kis testvér, azaz fiatalabb testvér jelentéktelen. Így érti azt, hogy kisebbik fia, az biztos, hogy nem Hám volt a legidősebb. Ha valakit érdekel, Jubileumok könyvének 7. fejezete, ami leírja ezt a történetet, és nagyjából így szól. És ennek a jubileumnak a 7. évhetének első évében Nah vagy Noé szőlőt ültetett a hegyen, ahol a bárka megfeneklett, amit Lubárnak hívnak, az Ararát hegyeinek egyikén, és az meghozta gyümölcsét a 4. évben, ugyanúgy, ahogy a Torában írja, hogy az első 3 évben ne szüreteljék le, és őrizte annak gyümölcsét, az év 7. hónapjában pedig leszüretelte. Pontosan úgy, ahogyan később leírja a Mosé könyveiben. Bort készített abból, amit edényekbe rakott, és eltett az 5. évig, az első hónap újholdján, az első napig, azaz nem ivott belőle még egy évig. 3 évig nem szüreteli, 4. évben leszületelte, és csak az után elkövetkező évben kezdte el azt ő fogyasztani. Vidáman ünnepet tartott, áldozott, és aztán ugye ettek, ittak, a helyzet pedig az lett, hogy 7. vers este volt, elment sátrába, részegen lefeküdt és aludt. És fedetlen volt az ő sátrában, ahogy aludt. Hám látta Noét, apját mesztelenül, majd kiment és elmondta a két testvérének odakint. Én azt mondom, hogy ne tévesszem meg senkit, hogy mi az, ami magyarul ide van írva, hiszen látnunk kellene az eredeti szöveget, és beszélnünk azt a nyelvet bizonyos szinten, hogy le tudjuk pontosan fordítani. Én inkább azt mondom, hogy ki lehet következtetni, ahogyan azt tettük, ha más helyeken megnézzük, hogy mit is jelent ugyanaz a kifejezés. 9. vers, sem vette öltözetét, felkelt, ő és Jáfet, és az öltözetet vállukra helyezték, és hátrafelé mentek, és eltakarták atyjuk szégyenét, és arcuk hátrafelé volt, ők rá sem néztek. 10. vers, és Noé felébredt alvásából, és tudott mindent, amit legifja fia tett vele, és megátkozta fiát, és mondta, legyen átkozott Kánán, leigázott szolgája legyen testvéreinek. Noé felébredt az alvásból, és tudott mindent, amit legifja fia tett vele, és megátkozta fiát, és mondta, legyen átkozott Kánán, leigázott szolgája legyen testvéreinek. Megáldotta Semet, és mondta, áldott Jahua Sem hatalmassága, azaz Jahua Sem vonalának lesz majd a Elohime, vagy hatalmassága, és Kánán legyen az ő szolgája. Elohim meg fogja növelni Jáfetet, és Elohim sem lakhelyében fog lakozni, és Kánán lesz neki szolgája. Szerintem itt azt akarták írni, hogy Jáfet sem lakhelyében fog lakozni, hiszen ez van a Kánonban is, meg úgy logikus a szöveg alapján. Hám tudta, hogy apja megátkozta legifja fiát, és neheztelt, hogy megátkozta a fiát, és elvált apjától ő és az ő fiai vele. Kik voltak a fiai? Kus, Mizraim, Put és Kánán. Érdekes, hogy azt mondja, hogy Kám tudta, hogy apja megátkozta a legifja fiát, akkor miért nem azt mondta, hogy hallotta, hogyha egyszer így volt, azonban úgy fogalmaz valami oknál fogva, hogy tudta, hogy apja megátkozta a fiát, Kánánt.
Ami érdekes, és a legérdekesebb az az, hogy Kám neheztelt rájuk, és elvált az apjától, és ő máshol telepedett le. Ugyanezt tette egyébként Jáfet is. Ez pedig már Jásár könyve, hogyha megnézzük az ötös fejezetben beszél, illetve itt kezdődik el Noé vagy Nák története, ahol leírja ugyanazokat a családfa adatokat, amiket nagyjából láthatunk. Kicsit talán részletesebben, mint a kánonban olvashatjuk. És a 13-as vers így szól, és Nák vagy Noé igaz ember volt, tökéletes ugye Tamim és igaz, azaz Tzadik nemzetségében, és Jahua őt választotta, hogy magot támaszon magjából a föld színére, azaz, hogy ő folytassa az emberek vonalát. Jahua mondta Noénak, vígy magadnak feleséget, és nemz gyermekeket, mert téged láttalak igaznak, Cadik, magam előtt ebben a nemzetségben, vagy nemzedékben. És te fogsz magot támasztani, és gyermekeid veled a föld közepén, és Noé ment, és feleséget vett, Náma választotta Énok lányát, ő pedig 580 éves volt. A 17-es versben azt olvashatjuk, hogy Náma fogant és fiat szült, és nevezte nevét Jáfetnek, azaz Jáfet volt ezek szerint a krónikák szerint a legidősebb. Ezek után született meg Sem, és végül pedig Kám. Ezek után kapta meg Noé a parancsot a bárka építésére, és az is kiderül a 35-ös versből, az 5-ös fejezetben, hogy Noé vette Matuzsálem fiának, Eliakimnak három lányát, feleségül fiainak, ahogyan Jahua parancsot adott Noénak. Jásár könyvében a 7-es fejezet írja, ezen a ponton azonban térjünk vissza, és nézzük meg, hogy a kánonban mit találunk. Ez ugye Bereshit 10-es fejezet, a nemzetek táblázata, ahol is leírja, hogy ugyanazt, amit olvashattunk végül is mind a két másik krónikában, ezek pedig Noé fiainak, Sémnek, Hámnak, Jáfetnek nemzetsége, és fiak születének az özönvíz után. A 6-os vers az, ahonnan Hámról beszél, Hám leszármazottai Kus, Mizraim, Put és Kanán. Husnak pedig fiai születtek, Szébá, Havilá, Szabthá, Ramá, Szabtéká, és Rama fiai pedig Séba és Dédán. Kus leszármazotta emellett Nimrod, és ő volt az, akinek a nevéhez fűződik utána ugye Bábel tornya, és az első szervezett lázadás Jahua ellen. Ezen a térképen láthatjuk, hogy mely területekre vonultak, ez ugye Josziphus elmondása szerint Hám fiai, ez ugye Mizraim, ez Egyiptom, ez Put, Libia, Kus pedig Szudán, illetve Etiópia és Eritrea. Kanán lenne a mai Palesztin ország, illetve a palesztin népek. De ezen a térképen nagyszerűen látszik Egyiptom, Líbia, Szudán, Etiópia, Eritrea, illetve a mai Palesztina területe. Ez jubileumok könyve ismét, és az a rész, amikor Hám ugye rossz néven vette azt, hogy megátkozta az apja a fiát, elvált az apjától, épített egy várost, és a felesége után elnevezte Neláthamauk-nak, ezután Jáfet irigylett a testvérére, és ő is épített egy várost, elnevezte a felesége után Adá-Tanesesnek, majd végül Sem épített egy várost, és Szede-Ketelebábnak nevezte el. Ő azonban az apjával maradt, Noéval, illetve az apja közelében. Amit ki akarok ebből hozni, az az, hogy mind a három város a Lubár-hegy közelében van. Ezt a Lubár-hegy, azaz Ararat közelében van. Hogyha Sem városa annak a keleti oldalán van, míg Hám városa délre van tőle, Jáfet városa pedig nyugatra van ettől. Ez az, ami kiderül a 17-es versből. Itt van a térkép újra.
Itt van Ararát hegye, Örményország és Törökország határán a mai országokat nézve, ettől nyugatra Jáfet, ugye persze a közelében volt, de az irány az már látszik, hogy nyugatra Európa felé, Sém keletre megmaradt ebben a mai Ázsia vagy Közel-Kelet, és innen délre helyezkedett el Hám, aki ugye később Afrikába bevonult. Ezek maradtak az irányok a történelem során, és ez már a kezdet kezdetén is látszik. Ez ismét Jubileumok könyve, 8-as fejezet, 9-es versben azt olvashatjuk, hogy és miután felosztották maguk közt titokban, elmondták Noénak. Ugye mit is? A földet felosztották maguk között titokban. A 10-es versben azonban így ezt olvashatjuk. Eljött az ideje a 30. jubileum elején, hogy három része osztották fel a földet maguk között, külön Sem, Ham és Jáfet, örökségeik szerint az első év első hetében, amikor egy közülünk el lett küldve hozzájuk, hogy velük legyen. Sorsot vetettek, ezt ugye olvashattuk és megnéztük már Jáfet esetében, csak még egyszer el akarom mondani, Semnek jutott a föld középső része, ez a leírása, és minden, ami ettől észak felé van, az Jáfeté, minden, ami dél felé esik, az ugye Hámé kell, hogy legyen, ugye a Sem az egy elírás itt ismét. Ha megnézzük ezen a térképen, ugye ez az a hely, ahol voltak, Ararat környéke, minden, ami ettől északra esik, az Jáfeté, és minden, ami ettől délre esik, az pedig Hámé. Ez az a terület, ami megmaradt Semnek. De nagyszerűen látszik ezen a térképen is, ahogyan felosztották a földet. Középen megmaradt Sem, északra Jáfet, délre pedig Hám. Ha megnézzük a Google térképen, akkor szintén látszik, hogy az afrikai nemzetek, az Hám leszármazottai, az európai Jáfet, és amit mi Közel-Kelet vagy Dél-Ázsiának hívunk, az pedig Sem leszármazottai. Már a múltkor is megnéztük, ez ugye Divrei Hayyamim Aleph, és ez első krónika 1, ahol szintén a nemzetek táblázata van, ugyan erről számol be, ugye Noé fiai Sém Hám Jáfet, és Hám fiai Kus, Mizraim Put és Kanán, utána pedig a többi Szébá Havilá, Szabtá Rmá és Szabtéká, Rama leszármazottai Séba és Dédán, ezek után pedig a Nimrod történet következik. Mizraim, leszármazottai Ludim, Anamim, Lechabim és Naftuhim. Továbbiak Patrusim és Kasluhim, és ők, akiktől a filiszteusok származtak, és Kaftorim. Kánán leszármazottja Szidon, az ő elsőszülötte Hét. Ezek után pedig ugye azok a nemzetségek, melyeket ki kellett írtani, azok mind Kánántól származtak, a Jebuzeus, Emoreus, Görgözeus, de a Kiveus, a Harkeus, a Sineus szintén, az Arvadeus, a Szemareus és a Hamateus szintén mind-mind Kanán leszármazottai. Ez pedig Zsoltárok, Tehelim 78-as fejezet, 42-es vers így szól. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, a napról, melyen megváltotta őket a nyomorgatótól, midőn kitűzte jeleit Egyiptomban, és csodáit a Koán mezején. Koán, alsó Egyiptom ősi városa, a 25. dinasztia északi fővárosa, amelyet a görögök Tanisznak neveztek. Egyiptomot remélhetőleg mindenki tudja, de ha nem, akkor Egyiptom az itt található, ugyanott, ahol a mai Egyiptom ország elterül, a Nílus deltájától indult, és végig a Nílus mentén ez volt Egyiptom, ami egyébként Kám leszármazottjainak az a földje, Mizraim földje, de ez ki fog derülni hamarosan. Ezek után Dávid felsorolja ugye a csapásokat, melyek Egyiptomban voltak, majd az 51-es vers így szól. És megöle minden elsőszülöttet Egyiptomban, Egyiptom egyébként Mizraim, az egyiptomi birodalom, Afrika észak-keleti részében, a Nílus völgyet körülvevő területen, ugye az alsó-felső Egyiptom,
és az egyik legfontosabb ókori nagyhatalom kb. 3000 évig 30 dinasztián keresztül állt fenn. Megszemélyesítve pedig maga az egyiptomi nép. Tehát megöle minden elsőszülöttet Mizraimban vagy Egyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban. Tehát Egyiptom az Khám sátorának számít, hiszen Mizraim az ugye Egyiptomnak a régi neve, illetve a héber neve, Észak-Afrika, illetve Afrika az Khám területének számít. Ezért mondja azt, hogy Khám zsengéjét megölte, hiszen az ő leszármazottai éltek ezen a területen. Ez pedig itt már Tehelim, Zsoltárok 105-ös fejezet, és a 23-as versről így szól. És beméne Izrael Mizraimba vagy Egyiptomba, s Jákob a Khám földén zsellérkedik. Magyarul Egyiptom az Khám földének számít. És igen, megszaporítá az ő népét, Jahua, és erősebbé tevé elnyomóinál. Ugye elszaporodtak, és ezért próbálták az egyiptomiak őket kiirtani mindenféle módon, és utána 27-es elvégezik azok között az ő jeleit, és csodákat a Khám földén. Egyiptom tehát Khám földje volt. Az utolsó előfordulás a Khámnak az Tehelim Zsoltárok 106, 21-22-es vers, elfeledkezének Elohimről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Mizraimban, csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Azaz Khám országa volt Észak-Afrika. Nézzük meg, mi az, amit Josziphusz mond erről az egészről. Ugye úgy kezdi, hogy Hám gyermekei birtokolták a földet Szíriától és Amánusztól, illetve Libanon hegyétől. Ez a Lebanus, ez Lebanon vagy Libanonnak a hegye. Itt látható ezen a képen, ha megnézzük a térképen, akkor pedig ismét ugyanoda lyukadunk ki, Szíria, ugye ez az, amiről beszél, ahonnan kezdi, Szíriától, Lebanon, a Lebanon hegye, és onnantól Egyiptom, ugye Mizraim, láthattuk Put, Kus és Kanán. Úgy folytatja Josziphusz, hogy megszereztek mindent, ami a tengerparton volt, mint a földközi és a vörös tenger, és egészen az óceánig. Minden, ami a tengerparton volt, innentől kezdve egészen az óceánig minden irányba ez volt Khám területe. Josziphusz az etiópiaiakat Kussal teszi egyenlővé, illetve így azonosítja be. Ők azok, akiket úgy hívnak, hogy Kusájt, ugye ez az angol megfelelője, Kus leszármazottai. Utána Mizraimról beszél, ami Egyiptom ma azonos, tehát az országot, Egyiptomot, azt Mizraimmal azonosítja. A következő leszármazott Put, akit Líbia alapítójának hív, legalábbis Josziphusz. A mórok egyébként szintén ezt a népcsoportot takarják, ez a kifejezés, hogy mór, szintén Put leszármazottait azonosítja. Míg a negyedik gyermek Kánán Júdeában maradt, ugye a mai Palesztina, vagy pedig idézőjebe ugye Izrael területén. Úgyhogy még egyszer összefoglalva, ez az a terület, ahol Kánán maradt, ez volt Mizraim, ez volt Put, és itt ez a terület pedig Kus. Innen aztán terjedtek természetesen Afrikába, hova máshova mentek volna, hogyha itt voltak az őseik, Afrikába is az összes afrikai népcsoportok tőlük származtak ettől a négy embertől. Josziphusz ezek után természetesen részletezi ezeket a leszármazottakat, de nem fogjuk megvizsgálni ezt már, akit érdekel, elolvashatja a leírás részben, megtalálja, illetve a PDF-ben, hogyha meg akarja ezeket nézni valaki. Etiópiával kapcsolatban egyébként a Wikipédián azt találjuk, hogy ez egy görög kifejezés, Ethiopia, Ethiopia, és a Nílus felső régiójára vonatkozott, természetesen a Szahara sivatag egy részét is magába foglalta. Ez a térkép egyébként bemutatja a világ térképét Hérodotosz szerint.
Ők úgy képzelték, hogy eddig tart a világ, ugye ez Afrika szarva, és mindazokat, akik ezeket a területeket lakták Afrikában, etiópnak hívták, ugyanis az etióp az azt jelenti, hogy sötét bőrű. Így mindenkit, aki itt lakott, sötét bőrűnek hívtak. Az etióp egyébként azt jelenti, hogy égetett bőrű, vagy égetett színű. Homérosz említi kettőször is az Iliászban, illetve háromszor az Odüsszeiában ezeket az embereket, illetve ezt a területet. A líbiai sivatagtól délre található területek az egyébként, amit Etiópiának hívtak ekkor, illetve a Vörös-tenger által volt határolva. Láthatjuk, hogy ez az a terület, amit Kús foglalt el, mint Hám leszármazottja. A görög szó Etiópián, vagy Aitiops, az két szó összetétele, az egyik az Aitho, azaz én megégetem, a másik pedig az Ops, az arc, égetett arcú, ugyanis a színére utalt arra, hogy sötétbőrűek voltak, illetve itt ugye azt mondja, hogy vöröses barna. De ezt a kifejezést használták Homérosz idejében arra, hogy bárki, aki sötétbőrű volt. Nahum a hármas fejezetben említést tesz Ninive pusztulásáról, és azt írja a 9-es versben, hogy Kús volt erőssége, meg Egyiptom, és száma sem volt, Put és Líbia is segítőid voltak. Ha a térképen meg akarjuk nézni, ez itt Ninive, Asszíria fővárosa, és ezután Put, Líbia, a mai Líbia területe, illetve Kús, ez pedig Egyiptom déli része és Etiópia, illetve mindezek a területek délre Egyiptom, illetve Líbia határaitól. De megtaláljuk ezt a kifejezést a Brit Hadasában, a megújult szövetségben is, ez pedig Apostolok cselekedetei 8-as fejezet. 26-os vers így szól, Jahuának angyala pedig szól a Fülöpnek, mondván, kelj fel, és menj el délfelé arra az útra, mely Jerusalemból Gázába megy alá, járatlan ez, felkelt elment, és ímé egy szerecsen férfiú, Kandakének, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, aki feljött imádkozni Jerusalemba. Ez a kifejezés szerecsen Aithopos, napégette fekete arcú etiópiai vagy etióp. Ha megnézzük Apostolok cselekedetei 13-as fejezetet, akkor azt olvashatjuk az első versben, hogy valának pedig Antiókiában levő gyülekezetben némely proféták és tanítók, mint Barnabás és Simeon. Simeon, ugye Szümeon, meghallgatás, ezt jelenti, kihivattatik vala Nigernek, és a cirénei Lucius és Manaén, ki Herodessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Ugye a kérdés az, hogy akkor Simeon miért hivattatott Nigernek, Niger egyébként feketét jelent, mellesleg ugye Niger egy ország pontosan azon a területen, amiről az előbb beszéltünk, hogy az égett arcúak, vagyis a feketék laktak azon a területen, Etiópia, de egyébként nyilván Mizraim, Put, Kus, ez mind ugyanonnan származott, tehát mindnek ugyanígy kellett, hogy kinézzen, és főleg úgy, hogy a világ legmelegebb részén éltek. Hogy ezek az emberek mind színes bőrűek voltak, Hám leszármazottai népesítették be Afrikát, akik mind fekete bőrűek voltak, Niger egy ország ma, és így hívták Simeont. Úgyhogy mindenki össze tudja rakni, gondolom a fejében, hogy mi az, amire ki szeretnék térni. Egyelőre azonban ennyit Hámról, és legközelebb folytatni fogjuk természetesen Sém leszármazottaival. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!